Tényleg arra kell visszajönnöm, hogy óvszert el. Képzeld el, Sasza, képzeld el, hogy Indiában az ízesített óvszert, ugye ott annyira nincs azért jó élet, és az ízesített óvszert használat után nem dobják ki, hanem azt az eperízt például, ami mondjuk, hogyha eperes óvszert veszel, az még felhasználható más dolgokra, és például kiderült, hogy Indiában az a használt használt eperes óvszer tea, az egy teljesen bevett dolog. Összeragadt tőle a nyelved, nem tudod kimondani. Összefutott a nyál a számba tőle, és nem, egyszerűen nem tudom kimondani. Istenem, Kuncsú, köszi szépen az Ólinak ajándékozott szubat. Dehogy nem használat után, dehogy nem. Mi azt gondolod, használat előtt főznek belőle teát, hát akkor kárba megy te. Miért? Pazarlás. Kipazarolnál azt a finom aromát, te hülye. Vaníliás epres tea? Ebben már nem menjünk bele. És akkor azt egy epres kalippóval megkevergeted még a forró teát. Oh, fú. Szerintem újra kell majd játszanunk ezt a streamet. Vagy, van egy, vagy van egy érzés. Sajnos copyrightos tartalom miatt egyébként hang nélkül ment föl a stream a vodra. Igen, igen. Vagy, ó, Istenem. Nem tudom, nézted-e, ejakulatea. Fúj. Szóval, fúj. Nem tudom, hogy nézted-e, Daninak volt most egy jó videója, hogyan cserélt ki a hangokat mindenféle fajta aha. kontextusba. Aha, Jenny. Igen, durva. Na úgy kell majd végig nyomni ezt, hogy én kicserélem Krappa hangját valami, nem tudom, indiai call center-es csávónak a hangjára, és akkor ő fogja mondani a különleges teát. Ejakulátte. Na jó, enough. Ejakulátte. Jó, figyelj, a szójátékkal kapcsolatban nekem az volt a kedvencem, amikor Nessa elindította, tudod, így a Nessa limonádé után, tudod, hogy igen. Nessa tea, Nessa café, stb. És ott engem Dávid semmisített meg, nekem akkor szóljatok, ha piacra kerül a Nessai-pecek. Nessai-pecek, érted már, hogy szájpecek, értitek? Engem azzal megsemmisített, mondtam, ó jó, ez messze a legdurvább volt az összes beírt dolog között. Bár azért nyilván ez a Nestea meg Nescafé az nagyot ment, de én azon sírtam. Én azon egyszerűen nem bírtam. Tehát hangosan rögtem, mert melóan olvastam. Még is kérdezte a kolléganő, hogy mi van. Na, elvileg japán playlist fog következni.